Úgyhogy csak gyertek velem, méltem eddig leghosszabb futására, ha minden jól megy. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. 25 kilométert kell futnom, ami értem eddig leghosszabb futás, ahogy mondtam. 23 volt eddig a legtöbb, és az egyetlen probléma, hogy épp 5 napja futottam annyit. Ez most így nem annyira ideálisan jött ki, majd elmesélem, hogy miért, minden esetre nagy reményekkel látom a mai naphoz. És egyébként eddig, most jelök 14 körül, eddig jobban esik, mint ami a 23 volt legutóbb. Viszont ez most nem csak úgy van, hogy bármilyen kényelmes tempóban hosszú, hanem megvannak adva a szakaszok, hogy melyiket hány, vagy milyen tempóba fussam nagyjából, így hozzávetőlegesen. Viszont ez annyiból jobb, hogy így talán gyorsabban telik, mert mindig az adott szakaszra figyelek, hogy az meglegyen, és csak utána megyek tovább. Úgyhogy volt már egy 5,5 km bemelegítés, 3,5-5,40-es tempó, 3,5-5,30-as, és most megint az 5,5-el kényelmes tempónál járok, és még ez két ugyanolyan, mint az előbb. Két problémám van egyébként ezekkel a hosszúakkal. Az egyik, hogy regenerálódjak közben, mert hogy most már minden héten van egy ilyen. Lesz jövő héten egy 28, aztán 30, 32, 34, szóval nagyon kemény. A másik meg, hogy frissítsek, mert azt vagyok már itt a rengeteg édes íztól, de valamit meg muszáj ilyen távoknál, mert különben nem bírom pláne ilyen melegben, úgyhogy ezt még ki kell okoskodnom a maratonig, úgyhogy most mindig erre gyakorlatilag. If I let me figure out where the road goes, even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Itt vagyunk. Megérkeztünk Vácra. Meg hazajöttem a 25 kilométerből. Sikerült, nem volt könnyű, kicsit felcsasztam az anyamat, mert a Garminom. Egyszerűen nem értem, hogy miért van az, hogy a megállításnál nincsen egy ilyen biztonsági kérdés, hogy biztos vagy benne, hogy megállítod az edzést. Az Apple Watch-om volt, és akkor az nyilván észrevettem. Most meg hátra nyúltam a mellényembe, közben a hátammal leálltottam az edzést 19 kilométernél, azt hittem meg őrülök, úgyhogy még újra kezdtem, és még, mert hogy nyilván nem az edzést kezdtem újra, hanem az órában az edzést, és még futottam hozzá 6-ot, de így nem látom egybe azt, hogy lefutottam 25 kilométert életem eddig leghosszabb futását, és az idegenre tud lenni, de lényegtelen. De sikerült, és egyébként jó volt, jobb volt, mint a szombati 23. Mondjuk az idő sokat segített benne, most nem is kellett olyan későn indulnom, mert hűvösebb volt reggel. Egyébként azért nem hétvégén csináltam, mert mindig hétvégén szoktam, és a legtöbbször, és akkor mindig eltelik azért a hosszú között legalább egy hét. De holnap este esküvőre megyünk, Andris húga Angi fog összehetesedni az öregényével, és nem nagyon régóta vártuk ezt az esküvőt, úgyhogy jutottak vagyunk. Én biztos, hogy nagyon-nagyon jó lesz, nagyon-nagyon szép lesz, és koszorús lány leszek, Andris pedig a tanú, úgyhogy szerepünk is lesz. De nyilván másnap szombaton nem csinálom meg a hosszú futásomat, és mivel hát bennem van a pakliban, hogy elég sokáig fent leszünk péntek éjszaka, és így ki fog maradni legalább egy fél éjszakányi alvás, azért még a vasárnap sem annyira ideális, mert nem lennék kipihent, plusz vasárnapra megint ilyen őrült kánikulát mondanak, tehát vagy nagyon melegben kellene futnom, vagy nagyon-nagyon korán kellene kelnem, úgyhogy osztottam, szoroztam, és úgy láttam, hogy mondanak, ha megcsinálom most csütörtökön, még akkor is, hogyha csak pár nap telt el az előző óta. Egyébként annyira nem éreztem meglepő módon, mondjuk
közte csak egy könnyűfutást csináltam, meg egy felsőtest edzést, és elmentem tegnap előtt normatekre is, hogy regenerálódjanak a lábaim, és úgy néz ki, hogy sikerült, meg egész sokat tudtam éjszaka aludni ahhoz, hogy minden kerek legyen, úgyhogy hát most sokat kell játszanom ezzel a kérdéssel, hogy hogy tudok jól regenerálódni, hogy tudok eleget enni, eleget aludni, eleget pihenni, de közben eleget edzeni, úgyhogy most így elkezdett bekeményedni ez a maraton felkészülés, így mostanában az elmúlt egy-két hétben kezdtem azt érezni, hogy most már tényleg közeledik, és most már tényleg nehezebbek az edzések, és most már tényleg ekköré kell valamilyen szinten építeni az életemet, hogy beleférjen minden. Na de arra még nem meséltem, hogy ide költöztünk végre. Illetve már itt vagyunk körülbelül 3-4 hete, de közben elég sokat nem voltunk itt, rögtön, ahogy itt ide költöztünk. Az egyet aludtam itt, és aztán András egy 2-t, mert akkor pedig lánybúcsú voltam, mindegy. Utána mentünk le Balatonra, úgyhogy még a ház az káosz volt, meg tulajdonképpen még picit most is az. Itt, amit láttok, terek a nappali konyha, az egyébként rendben van szinte az eleje óta, mert nekem ez egy ilyen nagy prioritás volt, hogy itt legyen elsőként rend, és tényleg, ha itt vagyunk, akkor azt érezzem, hogy beköltöztünk, tök jó minden, ilyet akartunk, és úgy legyen egy kis nyugi végre a fejemben, mert már hónapok óta káosz van, és nem is éreztem emiatt jól magamat, nem is tudtam dolgozni, úgy nem tudtam koncentrálni, sokat voltunk feszültek, idegesek, nyilván nem csak a kupi miatt, hanem így mindennel, ami a költözéssel járt, az összes ilyen bürokratikus dologgal, meg mindennel. Hát megmondom őszintén, ez a nyári szünetben való költözés az életem egyik legnehezebb feladata volt, de hát csak sikerült, de tényleg nehéz volt, és nem voltam annyira jó állapotban, és olyankor pedig nem nagyon tudok videózni, úgyhogy ezért sem annyira fogtam a kamerát, mert ha feszült vagyok, ideges vagyok, folyamatos rohanás van, kupi van, nem tudom, káosz van, akkor egyszerűen nem jön az, és most jöttem el odáig, hogy most már így tökre van hozzá kedvem. Viszont a lakásban azért még, hát van olyan helyiség, ami egy őrült nagy káosz, és igazából amikor a Balaton után hazajöttünk, és így pár napot rászántunk még a pakolásra, akkor ott úgy voltunk vele, hogy na jó, most akkor így fújjuk ki magunkat, és akkor így azóta, az a nap óta, meg azóta az állapot óta nem nagyon pakoltunk, hanem van egy ilyen nagy kupi szoba, gondolom ez így mindenhol ismerős, de hogy egyébként ez a dolgozó szobám lenne, szóval jó lenne rendet rakni, hogy tudjak én is, meg Annis is ott dolgozni, és tudjunk koncentrálni. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. A hosszú futások után érzett éjség semmihez sem fogható, úgyhogy most szépen benyomok a kávé mellé egy túrós palacsintát is. Amúgy ezt a mai napig mindig szafi palacsinta lisztkeverékből csinálom, nem azért, mert nem tudom, szénhidrát csökkentette, vagy sem, igazából nem is tudom, de annyira finom lesz, nagyon-nagyon szeretem ezt a lisztkeveréket, úgyhogy ebből csináltam meg tegnap, és csináltam most belőle egy túrós palacsintát. Ezt megeszem, megiszom, és aztán most már tényleg nekiállok pakolni. Ezen kívül dolgozok valamin, mert hogyha minden jól megy, akkor szeptemberben újraindul a Csináljuk Együtt program, csak most egy kis csavarra, vagy egy kis plusszal, vagy egy kis extrával, úgyhogy az augusztusomat teljes mértékben azt fogja kitenni, hogy azt a programot fogom összerakni. Most még ötletelési fázisban van, de jövő héttől nagyon ráfekszem a témára, és már izgatott vagyok, mert nagyon régen volt az előző, és őszintén hiányzik az, hogy napi szinten menjen a WhatsApp csoportban a csevegés. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down. Közben félig pakolásban, félig ilyen esküvőre készülésben vagyok. Itt a fürdőben még nem tökéletes fény, mert hogy innen hiányzik egy LED tükör, ami majd ide jó kis fényt fog adni. Vannak még dolgok, amik hiányoznak, például nincsen ágyunk, és nem is tudom mikor lesz, mert még odáig sem jutottunk el, hogy kinézzük, úgyhogy egyelőre egy matracon alszunk a földön. Na de visszatérve, körmet lakkoztam, mármint lábujjkörmöt. A lábujjaim a futástól olyan állapotban van, illetve a körmeim, hogy nincs élő embereknek megmenni őket mutatni. Maradjunk annyiban, hogy van olyan, amelyiket pillanatragasztó tartja a
helyére. Most azt állapodom, hogy viszont nyitott torul ez a szandálom, úgyhogy valamit kezdenem kellett vele, szerintem most így nem annyira látszik a helyzet. A másik pedig, hogy ezzel szoktam magamnak szemöldököt festeni. Pár naponta, vagy még heti egyszer, ha eszembe jut, akkor egy 10 percre bekelem, és akkor picit sötétebb, de nem az az extrán erős, és így pont szeretem, mert már régen volt kitetoválva, és most annyira nem is tervezem újra. A másik pedig, ami Andris kedvenc elfoglaltság, illetve hát annyira nem szereti a szagát, meg úgy a körülményeket, de hát velem együtt bevállalta ezt is, hogy barnítani fogunk. Ez most a kedvenc barnítom, mindig kérdeztek, ez a Bondi Sands-nek az aláró ultra dark verziója. Ilyenkor úgy szoktam, hogy van egy ilyen radírozó kesztyűm, és azzal szoktam zuhanyzásnál radírozni a teljes testemet. Miután ez megvan, bekenem magamat vazelinnel, mármint hogy nem a teljes testemet, hanem a szárazabb területeket, mint a könyök, a térd, az egész lábfejem, az egész kézfejem. Igen, szóval ezek a száraz területek, amik így hajlamosak többet magukba szívni és sötétebbek lenni, azokat jó alaposan meg kell kenni vazelinnel, és úgy rábarnítani, és akkor nem lesznek sötétebbek, meg nem lesz foltos. De tényleg az a titok, hogy előtte jól legyen öldrozva minden, mert különben foltos lehet, meg úgy általánosságban a mindennapokban használni kell testápolót, hogy minél hidratáltabb legyen a bőrünk, mert annál szebb lesz a barnítás. Na és ha ez megvan, megvan a vazelin, akkor gumikesztyűben, meg barnítókesztyűben szoktam magamat ezzel a hab állagú barnítóval mindenhol bekelni. Andris a hátra mondta, hogy ezért sem annyira szereti ezeket az estéket. És utána odállok a ventilátor elé, megvárom, hogy megszáradjak. Ez körül egy ilyen, hát szerintem 15 percet megszáradok, de mondjuk állok ott 20-25, hogy csak a biztonság kedvéért, majd lefekszem aludni. Az ágynemem olyan lesz, de teljes mértékben kijön belőle a mosásra, úgyhogy nem lesz semmi baja. És amikor reggel felkelek, akkor az első dolgom, hogy lezuhanyzok, bekenem magam a testápolóval, és tök szép természetesen a színem van, és ez se nem sárga, se nem zöld, pont jól találja el a tónusokat szerintem. Mindig kérdezték tőlem a barnítást, úgyhogy gondoltam most ezt elmesélem, mert megmutatni azért intim jellegénél fogva még úgysem fogom, de majd holnap látjátok a színemet, hogy a mostani hófehérkéből egész jó színem lesz. Amúgy a fürdőszobánk kedvenc eleme, mert számomra egyértelműen ez a csap, vagy hogy hívják ezt, ilyen, tudjátok, mosdókagyló, vagy mi. Ez ilyen beton hatású, és beton is talán. Nem vagyok ezekben a témákban jó, ezért sem csináltam globalizős dolgokat, blogokat, mert nem vagyok benne jó. Minden esetre ezt nagyon-nagyon szeretem, szerintem gyönyörű, szép, és egyenlőre nem gáza a tisztítása sem. Alatta pedig úgy alakult, hogy úgy volt, hogy egy ilyen fa alátét lesz, de végül kimaradt annyi a konyhapultunk anyagából ebből a kompakt lemezből, hogy megnéztük, hogy milyen lenne ezzel, és nekem sokkal jobban tetszett, úgyhogy végül az sem ment kárba, mert ez egy elég drága anyag, és sajnáltak volna kidobni, de egyébként is sokkal jobban tetszik, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szeretem, csak még nagyon nem teljes a kép, mert hiányzik innen a LED tükör, amitől hát nem csak látni fogjuk magunkat, meg teljes lesz a kép, hanem azért szerintem sokat fog nagyítani a terem, mert egyébként egy elég pici fürdőszobáról beszélünk. Na, sziasztok az esküvő másnapjáról. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jelen voltunk, úgyhogy nem nagyon videóztam, de tényleg nagyon jól sikerült, nagyon-nagyon szép nap volt, és így kívülről legalábbis azt gondolom, hogy minden nagyon flottul ment, és jaj, nagyon-nagyon jó volt. Mind a hárman nagyon jól éreztük magunkat, meg szerintem úgy nagyjából mindenki. Hát elég sokáig maradtunk fent, egy csöpet másnaposak is vagyunk, de hát én azért olyan vagyok, hogy így az akaraterőmmel összetudom magamat szedni ilyenkor is, hogyha úgy érzem, hogy szükség van rám, már pedig mióta anya vagyok, nem nagyon érek arra rá, hogy csak úgy ne csináljak semmit. Rám volt a Tatai tó körül volt a szállásunk, meg a rendezvényhelyszín is, és onnan elindultunk ilyen dél körül, elmentünk még az IKEA-ba matracot venni, mert Benni kapott egy emletes ágyat, amit meg fogok majd mutatni, mert amúgy nagyon szép. Viszont csak egy matracunk volt hozzá, úgyhogy most beszereztünk hozzá még egyet, hogy hát egyrészt ő is eltöntés, hogy hol szeretne aludni, de főleg inkább amiatt, mert nem nagyon van még ilyen vendégágy lehetőségünk, és elég sokan jönnek hozzánk így aludni a családból, meg ilyesmi.
úgyhogy hogy legyen még plusz matracunk, ahol tud valaki aludni. És utána hazajöttünk, és azután nagyjából takarítottam, meg rendet raktam, hogy így nagyjából megőrizzem az állapotokat. És most eljöttem, én is elmentem boltba bevásárolni pár dolgot. A vasárnap, bennek is Andrésnek mindig a bundás kenyér nap, és nem volt otthon elég tojás, úgyhogy ez volt a fő dolog, amiért elmentem. De jelentkezzen, aki képes úgy elmenni, hogy tényleg csak azt a dolgot veszi meg, amiért megy. Hát én nem vagyok az, mert mindig eszembe jut egy csomó minden, ami hiányzik otthonról. Úgyhogy bevásároltam, és most pedig eljöttem edzeni. Hát fáradt vagyok, megmondom őszintén, nem aludtam annyit, mint kellett volna, nyilvánvalóan olyan 3-4 órát, olyan 30-as lett a Garminom szerint az alvásom, viszont nekem ilyenkor segíteni szokott az edzés. Valakinek tökre nem, és valakinek inkább, valaki inkább ne is menjen, mert az lehet, hogy esetleg balesetveszélyes, de én valahogy ilyenkor így tudok átlendülni a fáradtságom, meg így a... Na, értek, hogyha eljövök edzeni, meg egyébként is szükség van rám, mert hogy ugye 5 edzésem van összesen egy héten, most 3 futás, 2 erősítés, és már szombat este van, és még hiányzik 2 edzés a hétből, és nyilván valamennyit tudok ezen tologatni, de nem akarom magamat sem megszivatni, meg volt is kedvem eljönni, úgyhogy eljöttem most megcsinálni a heti második erősítő edzésemet, ami most felsőtest, vagy az alsó, most kicsit összezavarodtam, szóval meg a kettő közül, és holnapra pedig még lesz egy tempófutás, amit nem tudom, hogy holnap meg fogok tudni csinálni, mert baromi meleg lesz, és ugye reggel lehetne, viszont reggel Andris fog elmenni az ő heti hosszú futására, és nyilván vagy az egyikünk megy, vagy a másikunk. Úgyhogy ha estére még marad annyi erőm, akkor lehet elmegyek, de az baj, estére meg még nem nagyon megy le a hőmérséklet, tehát ugyanúgy 30 fokban kell majd mennem, ha csak nem csinálom meg teremben ezt még meglátom, hogy hogy lesz. De egyébként a 25 km után meglepően jól regenerálódtam, szóval tegnapra már igazából azt leszámítom, hogy brutális szójagos a lábam. Egyébként más bajom nem volt. Egész este magas sarkúban voltam, egy elég magas sarkúban, és tök jól el voltam benne, nagyon sokat táncoltunk benne, Bennyvel, vagy valami olyasmi, és egyébként tényleg nehéz ezt elhinnem, hogy most már le tudok futni 25 kilométereket, és aztán másnap már, mintha nem is történt volna semmi, de nyilván egyrészt van benne elég sok gyakorlat, másrészt tényleg nagyon félek a regenerációra, hengerezek, próbálok aludni, próbálok úgy enni, elektrolitok, vitaminok, szénhidrát, sok-sok szénhidrát, szóval fehérje, szóval mindenre próbálok figyelni, és azt hiszem, hogy ennek így meg is van a hatása, úgyhogy most már abszolút nem érzem a lábaimban. Úgyhogy holnap jött a következő futás, de most előtte letudom azt az erős tőzést, amit miért találok, hogy mi is pontosan. Edzés volt, és éreztem, hogy így lesz, úgyhogy nem bántam meg most sem, hogy eljöttem. Tényleg szerintem mondtam, hogy minél inkább engedem magamnak, hogy szenvedjek, annál jobban fogok szenvedni, úgyhogy nem szabad engedni, hogy szenvedjek, mert akkor könnyebben túl lehet élni az ilyen napokat. És remélhetőleg most sikerül kialudni magunkat és bepótolni a tegnapi elmaradásokat. Én is kiderült, hogy jól emlékeztem, tényleg felsőtest edzésem volt, és rengeteg sok törzserősítő gyakorlattal, és kevesebb tipikus ilyen felsőtés gyakorlatokkal, amit amúgy annyira nem bánok, mert tényleg nagyon kell a futáshoz az, hogy erős legyen a törzsem, és egyébként ilyen felüléseket, lábemeléseket, haspéseket egyáltalán nem csinálok, és mostanában sokkal jobban látomnak a kockáim. Nem ezért csinálom, de ezt egyébként szeretem, úgyhogy csak szólok, hogy nem feltétlenül a felülésektől lesz valakinek szép izmos hasa, hanem ezektől a komplex gyakorlatoktól sokkal inkább, úgyhogy ezek nagyon jók. Az új teremben még nem annyira merek videózni, úgyhogy minden gyakorlatot több sikerült felvennem, de azért néhányat láthatatok belőle. Egyébként mostanában inkább több gyakorlatom van, kevesebb sorozattal, úgyhogy mindent nem tudok azért felvenni, de igyekszem.
into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But vasárnapra azért már kijött rajtam a fáradtság, és nem mondom, hogy most nem vágyom futni még egy 11 kilométeres tempós utást, de a motivációm nagyobb annál, mint hogy ne menjek el. Szóval futópadon fogom megcsinálni, mert nagyon meleg van kint, meg amúgy elég hülye idő is van, ilyen furcsa. Szóval lesz azt hiszem 2 km bemelegítés, és utána 4x2 km tempós szakasz, ilyen 5-10-es tempóval, közte pedig valamennyi séta, és a végén pedig egy levezetés. Az ilyeneket egyébként szeretem, de mostanában már ezek is olyan hosszúak lettek, mert ez a 14 km ez már így viszonylag hosszúnak számít, ilyen intervall meg tempó sztoriból. Pláne futópadon, de mindegy, ilyenkor legalább tudok közben nézni videókat, és akkor valamennyire gyorsabban telik el az idő, úgyhogy ez lesz a heti 5. edzés, és holnap pedig hétfő. És mivel a hetünk úgy alakul, hogy kedden valószínűleg nem fogok tudni edzeni és futni, azért jó, de holnap reggel is csinálni valamit, vagy holnap este, ezt még egy kicsit képlékeny meglátjuk, de folytatom majd holnap is a videót, úgyhogy már látjátok a tempót, holnap pedig megy tovább a következő heti maraton felkészüléssel. Will be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Beyond our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel. Amúgy a héten egészen vasárnap estig, ha jól emlékszem, megkötelén akció, de csak látom, már mutogatom gyorsan, miket rendeltem, ha már úgyis le fogom külön videózni. Ezt már mutattam nektek, ez továbbra is nagyon király, és ezt ma is fogom használni. De egyébként vannak ilyen kislabdák is, van SMR henger is, amit én nagyon régóta használom, a MyProteinist, és nagyon-nagyon szeretem. És most ezzel bővül, de egyébként van többfajta ilyen regenerációs eszköz is, ami nagyon-nagyon hasznos tud lenni, és ezek gyakorlatilag életünk végéig elegek, mert ezek így nem használódnak el. Ezt a fajta kollagént kezdtem el inni egy-két hónapja, amikor egy ilyen videóban is elkezdtem kiakadni, hogy milyen botrányosan néz ki a combom hátsó része. És szerintem segített, mert mostanában tök jó állapotban van, meglepően jó állapotban van. Mostanában, ha eszembe jut, akkor minden nap iszok egy adag kollagént. Ebből a clear kollagénból, szóval az nem ilyen teljes alapú, hanem inkább ilyen limonádi állaga lesz. Ebből amúgy nekem a barackos te a kedvencem, most ezt a cranberry and raspberry flavort rendeltem. Ez sem rossz, de ha egyet választhattuk, akkor szerintem inkább a peach tea, a barackos tea legyen, mert az tényleg nagyon-nagyon finom, de egyébként ez is teljesen jó. Én nagyon sok vízzel szoktam felengedni, és akkor abból a 750 ml-s kancsós jószáros cuccból szoktam egész nap így iszogatni. Végre kijött a Hyrox termékcsalád. Ez a Hyrox, ez ugye viszonylag új ilyen edzés sport, vagy hogy is mondjam. Igazából egy ilyen erőálló képességi edzés, mert hogy különböző, azt hiszem 8 gyakorlat van, amik ilyen, inkább ilyen erőálló képességi gyakorlatok, tehát hogy vannak benne azt hiszem súllyal kitörés, ilyen labdalökés, ez a lehúzós gép, meg még egy pár fajta, és mindegyik gyakorlat között van
egy kilométer futás. Na és ennek a fő támogatója egyébként Angliában a Márkotek, és ehhez jött ki egy termékcsalád, és én ezt azért várnom nagyon, mert egyrészt szeretném majd a sport is kipróbálni, hogyha túl vagyok a maraton felkészülésen, másrészt viszont ezek tökéletes termékek futáshoz is, hiszen olyan dolgok jöttek ki, amiket amúgy is használok, csak végre vannak vele új ízek, meg új formulák. Ez például itt rögtön az Electrolit, ami görögül is ízű, van benne minden, ami kell ahhoz, hogy vízre tud pótolni az izzadsággal elvesztett ásványi sókat, és ebben nincsen plusz szénhidrát, meg semmi más, hanem ez kifejezetten egy ilyen elektrolit keverék. És én ezt szoktam hosszú futások előtti este is, a futások előtt vagy közben, illetve után is, és hogyha ezt iszom rendszeresen, vagy ezt vagy a hydrate terméket, akkor nem érzem magamat annyira ilyen mosodszarnak a futások után. Gyorsabban regenerálódok, nincs olyan izomfájdalmam, nem görcsölnek az izmaim egyáltalán. Úgyhogy ez nyáron kifejezetten nagyon hasznos, de egyébként szerintem egész évben, hogyha tényleg így fokozottan izzadsz, akár futás, akár bármilyen más sport alatt. Ennek van egy ilyen elektro fuel verziója, amiben már az elektrolitok mellett van szénhidrát is. Nem gondoltam volna, hogy én valaha ennek örülni fogok, hogy ebben szénhidrát is van, és én ihatok edzés közben szénhidrátot, ahelyett, hogy azt megenném. De most tényleg örülök, mert az ilyen futásaim alatt már szükség van rá, és az egyszerre tudja pótolni az elektrolitokat, és a szénhidrátot is, és ez a málnás limonádé íz, ez valami isteni, addig nekem ez a kedvencem ezek közül a termékek közül, ez a málnás limonádé tényleg nagyon-nagyon jó. Ez egy refuel bar, ebben 12 ilyen nagyon nagy szelet, hát ilyen zapszelet, szolid karamell, sós karamell, ez a zapszelet van, és mint kiderült ez a nagy, ez valójában két külön bar, és ebben is viszonylag sok szénhidrát van, azt hiszem talán a kettőben összesen 32 g, és tényleg nagy részében zab, és van benne még fehérje is hozzáadva. És végre egy újfajta energiazselé, ugyanebben a málnás limonáde ízben, ami a másik termékben nagyon ízlett. Ebben több szénhidrát is van, mint az energiazselében, ami korábban volt, ebben 30 g van, 2-1 arányban vannak benne különböző szénhidrátok, és van még mellé tengeri só, kálium, kalcium, magnézium, szóval elektrolitok is pluszban.